Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trials Fusion legújabb DLC-je. Ott már írja is, már beléptem a játékba, és már írja, hogy hát igen, most már DLC elérhető, meg mit tudom, milyen bónuszok. Na, azt mondja, anyu, micsoda, most már lehet női karakterrel is menni, az igen. Jó, és megjelent ugye az új DLC, az After the Incident. Úgyhogy most ezt próbáljuk ki. Na, azt mondja, menjünk is ride-ra. Karrier. Ja, és akkor ott van. A játéknak amúgy baromira tetszik a grafikája. Egy valami nem tetszik csak benne, hogy néha olyan piszok nehéz pályák vannak, hogy egyszer nem lehet megcsinálni őket. Tehát, bocs előre is a játékban a sok káromkodásért, mert tuti, hogy lesz. De tényleg van olyan pálya, amit egyszerűen nem lehet megcsinálni. Az biztos meg tudja csinálni, aki erre szakosodott az ilyen játékokra. Én csak néha-néha játszok vele. Megvettem, mert jó árba volt, és kb. Ennyi. Na. Nagyon régen játszottam már vele, tényleg. Ugye itt a motor választóban nem csak azért választ az embert motort, mert hogy hogyan néz ki, hanem vannak különböző erősségi motorok is. Azt nem is láttam, még ilyen is van, de durva! Azt nem is tudtam, hogy ilyen is van. Na mindegy, menjünk az alap motorral. A zene az baromi, az a menüzene amúgy olyan tök epikus, tehát baromira tetszik. A menü az egy kicsit torz, de maga a játékban jó a 21:9-es képarány. Azt mondja előre, hátra... Jaj! Jaj! Bazd meg, ez itt... Mi a... Hogy lehet ezt újraindítani? Micsoda, ilyet kap a... Hát emberek, szótlan vagyok. Ez mi a tököm? A motoron ez a lánc. Hát ez lol. Az mi a fene ott van? Egységem. Ha de akarok menni oda megnézni, hogy az mi az ott. Várjatok. Hát nem lehet illetve menni, hogy mi a tök. Hát nem lehet, jó. Azt hittem, hogy az ott van, ami... Érdekes dolog, de ezek szerint nem. Pff, hát ezt mondom, de ez micsoda? Kajak ilyen ez a pálya, hogy egy izé lánc, egy ilyen golyó van rákötve a motorra, és leüt a golyó, hát beszarok. Ez meg leütött talán, hát nem hiszem el. Gyerünk. Miért tökére nem tudom normálisan állítani ezt a motort. Nem emlékszik rá, hogy ez ilyen szarul irányítható lett volna. De hát ez halál ez a lánc a motoron, ez mi? Mi? Ez mi a tököm, emberek? Hát erről nem volt szó, hogy ez ilyen lesz, hát ez... Hát ez valami halál. Itt lehet újra kezdeni, hát ez így nem lesz jó. Na vagy más motort kell választanom, mert ez... Ennél legyen mondjuk, ez a Pit Viper. Hát ilyet még nem láttam. Ja, csak akkor kapsz ilyen láncot, hogyha oda leesel, ja. Hát ilyet, picsáját.
Annyi, dögölj oda bele. Dögölj oda bele. Jaj, azt hittem, hogy a lánc az mindig rajtad van, de... Ezek szerint nem. Csak hordd a beleesről a legelején. Na, végre haladunk, haladunk. Ez bukta. Ez bukta. A bukta. Hát persze, hogy legszorabb medált szereztem meg, hát... Fú, hát ez halál. Jó, nehéz pályák vannak, baszki. És ez volt a médium, milyen lesz a hard? Fit 5, legyen lesz. Hát ez a láncos dolog, ez érdekes volt ez a... Ezt ilyet nem is láttam még ilyen ebbe a játékba. Fú, hát ez meg milyen hely. Ennyi. Ennyi. Hopp. Ja, itt baszom be. Gondoltam. Nem baj, megvett a checkpoint. Ohohoho! Az igen. Jó, az anyát picsáját. Jaj, az anyát. Kontrollerrel játszok különben. Jó. Az dumál most, aki... Aki az elején tutoriálban volt. De hát ez a vége tök vicc, a végén mindig kitalálnak valami baromság. Hát az a Pink Fing meg hogy került oda? Na, az igen, végén még kapunk egy animációt is. És akkor még rásik a fejére. De ez egy jó poén, ez díjazom. Ez egy jó poén volt. Szerintem az a női hang dumál, aki a legelén a tutoriálban segített nekünk. Hát erre kíváncsi leszek, tök jó ilyen lerobbolt helyek vannak. Jó lesz ez a rúcs. Ez a háttér, mint a Crysis 3-ban, figyeljétek a város, amikor így ellepte a dzsungel, ez tiszta olyan, Crysis 3-ban is kéne játszani egyet. De elég játszottam vele. Csú, szép, szép, szép grafika különben. Na, ez hamar megdöglöttem. Anyáját. Ha? Nyer, menj rá, szép. Azt már buktam. Az nyer, na itt a nehéz, ezt nem tudom úgy fölmenni. Na. Ne, a végén esik, ez utálom különben, ezt alig tudok fölmenni az ilyen helyeken. Na, az anyáért picsérje. Ő, ez is milyen hely, bazd meg. Ez az jó lesz, az anyátok picsérjeet. Az igen, ez de beteg volt! Ez de beteg volt! Ez rossz jó volt. Itt a vége. Megjöttünk. Na itt nem lesz valami extra animáció? Nem.
Na, Storm Chaser. Hoppa. Ne, Iha, az igen! Ne! Az anyén! Na most már nem akartam akkát ugratni, mert akkor meg neki még erre, most már keveset, kevés lett. Ne! Ja, megvan. Az anyátok! Hopp. Jaj! Az igen, hova tűnt? Bazd meg, milyen beteg! Az igen, milyen helye! Ne, ez nagyon beteg, ez gyerekek, ez kész. Ez eddig talán a legjobb pálya, amit valaha láttam ebben a játék sorozatban. Ez brutál tényleg. New event unlocked, Experts Club. Ez betegről nézett ki. És, na, oké. Ez az. Level 32. De menő. Na, Dust Bowl. Ez már hard, ez már nehéz lesz, gyerekek. Már sok skillt kell használni. Na, itt már jó kezdődni, már is hallottam. Na, menj már fete, fasz, bazdmeg. Az anyád, picsáj. Az anyád. Dögölj bele! Jó van, akkor essé le. Azért is hátra megyek. Na. Essé. Na. Nehogy. Már elindul is ez a dolog, hát a nagyság. Jó van, akkor feküdjön a föld, neked úgy jobb. Ez kül. Na végre, az anyádnak a tetvesét. Jó van, akkor menjél vissza le. Utána minden sok skillt kell használni, bazd meg. Utálom, bazd. Miért nem lehet szép, egyszerű pályákat jól végigvinni, érted? Sikerélmény vagy valami. Ezt a játékot csinálják, hogy baszni ilyen rohadt skillezésekkel, ilyen buzi izéke, hogy ugráljak előre, hátra, dőlöngjek meg, mit tudom én. Miért kell ilyeneket beletenni, bazd? Miért nem lehet egy játékot szépen, lazán végigvinni egy átlag játékosnak? Miért kell szopatni mindig a játékost ilyen buzi pályákkal? Miért? Ezt mondja meg valakinek, hogy ez mire jó ez? Aki ilyen szuper expert akar lenni, az menjen ilyen szuper expert custom mapokra, aztán csak izéje, csak tolja az ilyen hard szarokat, bazd meg, hát ez hulladék az ilyen. S nézd, most ez szerintetek élvezetes, hogy na, egymástól lezúgok állandóan, mert ez mi? Ez szerintetek élvezetes pálya? Hát ez halál. Jó, hogy tő is leesek, teljesen mindegy. Jó. Ó, az anyját, picsáját. Jó, hát az aki ezt lees és nélkül végigviszi, bazd meg, azt megtapsolom. Ja, hova költ menni? Hát itt meg hova az anyámba kell menni? Ez lol. És itt hogy a picsába menjek oda a magasba föl? Ne szórakozzatok már. Ja, így. Ja, ilyet is tudok. Jó, tudom. Ez is megvolt, jó. Ezt tudom, hogyha elesek. Ögyni, hát így is lehet. Hát ez kész. Kész az a játékban. Ne akadjál be, te fasz.
Menj már be, ott a cél, te buzi! Na végre! Az anyját, 2 perc 25-ig tartott, bazd meg. Ez nevetséges. Na. Na. Nézzük ezt a pályát. A pálya dizájnok azok barom jól néznek ki tényleg, tehát grafika az rohadt jó, de ezek, hogy ilyen baszott nehezek, hát ez valami halál. Jó, ez már ilyen Crysis-os, figyeljétek. Öcsém. És oda, hogy az anyámba ugrassak föl? Most, hogy őszintén. Most oda hogyan ugrassak fel, emberek? Most ezt komolyan kérdezem. Na, valahogy csak sikerült. Hát az mi volt? Egyszerűen. Az lő. Annyi érdeket etvesétek. Tudom, hogy lehet ilyen előre-hátra hajlásos ugrásokat elvégezni, de ez... Na, egy Muffet tanicska szemétből. Na, jó, kessé, te buzi. Jó, van, dögölj bele. Sok értelme volt. Nem igaz, hát nehogy fölmenjél, bazd meg, hát de hihetetlen, bazd meg, ez a nyomorult pályákat kell csinálni, komolyan mondom. Most ennek mi értelme, hogy itt szopod le azért itt a pályákat, tehát ez... Nem ez... Na! Jó, hát gyerekek, hogyha a játék azt mondja, hogy nem, akkor nem. Hát én nem fogok itt szenvedni vele, akkor mehetünk a következő pályára. Hát... Azt akarja, hogy ne vigyen végig, akkor oké, akkor nem viszem végig. Hát most nem tudok valami csinálni, sajnos. Nem tudom, hogy lehet ilyen elfusarált üzéket pálya összeállításokat csinálni különben. Miért nem lehet szép izé, könyv, már így kezdődik, hogy ilyen szarra megyek, nézd meg. Jó, nem is tudom, bazd meg, hogy hova ugratok néha, olyan átbaszós az egész. Jó, van, bevert fel a köret, vagy nem? Az a nyert, picsáját, nem tudom egyszerre, hogy pont akkor menjen rá a hátulja, érted, mert nem lehet, nézd meg, nem lehet. Ha túlnyomod, akkor előre bukik, ha nem nyomod eléggé, akkor hátra esik. Nézd meg, itt megint a motor közepére döglik be mindig. Na, ez majd hogy most fölment? Ugyanazt csináltam, mint az előbb. Na persze, oda menjél fel megint te. Nézd meg, megint, ugyanaz. Tessék, előre lendül, és onnétól fogva vége. Na hát, ez aztán a fizika. Jó, majd már tök mindegy. Itt meg egyenes oszlopon menjek fel, hát gyerekek azért már nevetséges kamer. Na. 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 Meg lehet csinálni a pályákat, persze, hogyha sokáig szarakodsz, csak az embernek egyszerűen nincsen sikerélménye, hogyha ennyit kell szopni egy pályába. Nézd meg, egy nagyon jó példa, most ennek mi értelme van? Na tessék, és mehetek innen meg. Legelső tutorialban azt tanítok, hogy ha így felmegyünk, akkor előre nyomjuk, és akkor úgy.
Nem, itt akkor jó, akkor megfordulok ide. Anyád, jó, még véletlenül se ugorjál be oda, te fasz szar, bazd meg. Na tessék, most ennek megint mi értelme, hogy őszintén emberek, ennek most mi értelme van, miért kell ilyen elfuserált pályaszerkezetet csinálni? Miért? Komolyan erre van igény, erre van igénye az emberiségnek, hogy ilyen pályaszerkezeteket csináljanak. Ilyet? Hát mi ez? Mi ez, emberek? Hát hogyan lehet így élvezetesen játszani? Sehogy. Egyértelmű, hogy nem lehet. Ezt nekem nem magyarázza meg senki, hogy ez élvezetes pálya. Jó, hát akkor menjünk ezen. Ezt a kész. És akkor még közben még a challenge-eket is csináljam meg. Hát meg az apát faszálkoz. Vagy micsoda? Hát ez meg mi a tököm már megint? Hát ez lol, már jó kezdődik. Szent, ez kész van. És ennek aztán sok értelme volt megint. Vagy dögölj bele. Akkor újra megyünk. Vagy egy picsen. Most ott miért döglöttem meg? Miért döglöttem meg? Jaj, az anyád! Ez de beteg volt. Az igen. És tudtam, hogy a végén leesek. Az anyád, a picsáját. Na, tudok megint mi értelme volt. Gyerünk, 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 ooooh, na, sikerült. Na, most megint elesik, de mibe? Ezt nem tudom. Anyád, te beteg. Na. Na, itt a vége a játéknak. A torony. Gondolom, ezt sem tudom majd megcsinálni, hogy ismerem magamat. Már látom, hogy a kommentek megint lesznek anyázással, meg izével tövege. Nem érdekel, én kibaszkodok mindenkit, tehát kocsát nem érdekli belőle. Na. Az igen. Jó. Mi? Most ez... Hát ez hihetetlen. És ez mi a tököm volt ez? Ha te egyszer leesel, akkor annyi. Szemüzeme. Komolyan mondom, ha... Ha egyszer leesel, akkor annyi volt a játék. Pálya. Hát ez lol. Ennyi. Ennyi. Na, Experts Club. Nem tudom mi ez, de gondolom expert, hát az apát faszát biztos jó izé erős pályák lehetnek. De már itt vagyunk, akkor nézzünk bele a... Milyen ruhák vannak.
Hát is van baromi lassan tör be, hogy valami hihetetlen. Level 80, a level 80, te jó ég. Level 80. X-re lehet karakter cserélni. Na, hát ennyi lett volna ennek a DLC-nek a bemutatója. Igaz, hogy már korábban megjelent a DLC, de csak most láttam meg, hogy a Uplay lefrissítette a játékot. Tegyed volna, bemutató, köszi a figyelmet, viszlát!